Primitív és katasztrofális a szankciós politika, erről Orbán Viktor beszélt Berlinben egy konferencián. A miniszterelnök azt mondta, Brüsszel szankciói semmibe veszik az európai érdekeket, és tönkreteszik a német és a magyar gazdaságot. Moszkvát viszont hozzásegítik ahhoz, hogy fél év alatt annyi pénzt keressen az energiahordozókon, mint korábban egy év alatt. Orbán Viktor kiemelte, hogy nem az embargót, mint eszközt, hanem a szankciós politikát és annak megvalósítását kifogásolja. Amit a bizottság csinál a szankciók ügyében, az katasztrofális. Ezt mondta az Oroszország elleni szankciókról Orbán Viktor egy berlini panelbeszélgetésen. A miniszterelnök hozzátette, az Európai Bizottság rendkívül primitív módon kivitelezett rendszert épített ki a szankciókkal, Moszkvát viszont hozzásegíti ahhoz, hogy fél év alatt megkeressen annyi pénzt az energiahordozók értékesítésével, mint korábban egy év alatt. Ez egy rendkívül primitív módon kivitelezett rendszer, amely teljes egészében negligálja az európai érdekeket. És ezek a szankciók így, ebben a formában megölnek bennünket. Tönkre fogják tenni a német gazdaságot, tönkre teszik a magyar gazdaságot, ez nem jó. Tehát szankciókat másképp kell kivetni. Ha jól csináltuk volna a szankciókat, az energiaárak nem lennének az egekben, húzta alá kormányfő kifejtve, lehet úgy csinálni szankciókat, hogy az energia oldalán nem tesszük tönkre magunkat, de a bizottság nem volt erre képes. Szankciót ott érdemes csinálni, ahol te vagy az erősebb. Tehát szankciót mindig az erős vet ki a gyengére. Most energiaügyben mi törpék vagyunk, az oroszok meg óriások. Most a törpe szankcionálja az óriást. Azt csodálkozunk, hogy a törpe belehal. Tehát itt intelligensebben kell csinálni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hosszabb távon az a cél, hogy 4-5 alternatív energiabeszerzési lehetőséggel tudjon az Európai Unió tervezni. Orbán Viktor a magyar vétóról szólva azt mondta, az mindig a magyar érdekek szem előtt tartásának az elvét tükrözi. Orbán Viktor kétnapos berlini látogatásának egyértelmű hozadéka lehet, hogy személyesen ismertethette meg a magyar álláspontot mind a német kancellárral, mind a német közvéleménnyel. A hétfői és a keddi találkozóin a miniszterelnök egyértelművé tette, hogy számára mindig a magyar érdekek képviselete lesz az első, azonban ezek egy jó kompromisszummal összhangba hozhatóak az Európai Unió érdekeivel. A híradót Jó Csaba tudósította Berlinből.